Őrkői cigánytánc oktatás kezdődött ezen a napon. 5 alkalom plusz a 6. alkalom az a gálaműsor lesz. És hát az őrkői cigánytáncok az haladó és kezdő csoporttal ugyanúgy, ahogy megszokták. És ma volt az első alkalom. Sepsiszent György egyik negyede, ahol most szerintem 5-től 6000-ig tartozó cigányajkú emberek lakják, székely cigányok, és a zenéről annyit, hogy új stílusú. A tánc stílusokban a lassú cigányos, sebes cigányos, rományos és bufa. Hihetetlenül gazdag ez a cigány kultúra. Valójában az erdélyi cigánytáncok közül az egyik legvirtuózabb táncról beszélünk, az őrkői táncok. Azok szinte úgy mondom mindig, hogy megtanulhatatlan, annyira sok motivum variáció van, hogy az 5 alkalom az arra lesz jó, hogy mindegyik tánc típusba belekóstoljunk, és egy bizonyos motivum kincset magukévá tegyenek az itt táncolók szerdánként. Ma elkezdtük a szerdai őrkői oktatás első napját kezdő csoportnál, a kezdőknél. Szerintem egyébként nem voltak annyira kezdők, mint gondoltuk, mert nagyon ügyesek voltak, nagyon lelkesek voltak. Nem szerettünk volna szünetet tartani, ezt annyira betartották, hogy nem is ittak konkrétan, nyomták végig, úgyhogy nagyon ügyesek voltak. El tudom mondani, hogy jártam Őrkön, és voltam Rémuszéknál, és táncoltam is Rémusszal, úgyhogy nekem ez az őrkői, ez a kezdetektől tényleg, és szeretem, és nagyon oktatni is szeretem. Nem probléma, ha valaki csak jövő héten csatlakozik hozzánk, ugyanis minden óra elején ismétléssel kezdünk, és a mai óra figuráit és a következő óra figuráit tényleg folyamatosan ismételni fogjuk, hol párban, hol külön, úgyhogy senki nem lesz lemaradva. Nem az a célja ennek az oktatásnak, hogy egy tananyag szerint elérjünk a A-ból a B-be, hogy az összes figurát megtanítsuk nekik, hanem először is az, hogy legyen örömük benne, hogy szeressenek ide járni. Akinek esetleg ez kevés a kezdő csoportban, ezért van kint a haladó. Az a cél, hogy amikor elkezdünk egy táncot, akkor bármilyen dialektus is az függetlenül attól, hogy ez tényleg egy nehéz tánc, de hogy akkor a motivumkincset magába szívjon az ember, amitől már az a boldogságfaktor, amire szükségünk van egy táncházban, az megjelenjen és megmaradjon bennünk. A zenekar az Pap István Gázsa zenekar, Dr. Erendás Péter és Liber Robi a zenekar. Az őrkölyek úgy
mulatnak, hogy mindig énekelnek. Tehát, hogy nem csak más vidékeken, náluk is nagyon jellemző az, hogy a tánc közben és előtte és utána is rengeteget énekelnek, és tényleg páratlanul gazdagam az őrkői dal repertoár is, úgyhogy ebből amennyi csak belefér, azt szoktam mondani, meg most is azt mondtam ma, hogy azt próbáljuk majd hozni nekik. Akinek kedve van, ideje engedi, jöjjön, várjuk szeretettel itt a Fonóban.